Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papsági, szent nép! Isten népe, ébresztő! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, nagyon örülök, hogy ma is velem tartotok. Egy csodálatos témánk lesz. Az a neve, az a címe a Szent Szellem Szentelése. 2. Tesszalonika 2.13. Kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a szent szellem szentelésében és az igazság hitében. A megszentelés része a szent szellem szolgálatának az életünkben. Annak ellenére, hogy újjászülettél és a szellemed Isten számára él, az elmének még mindig meg kell tisztulnia a benned lévő összes szemétől. Ez az oka az elme megújításának, amiről az Ige beszél a Róma 12.2-ben. Tudod, a szellem újjászületése újjász egy pillanat, de az elme megújulása egy folyamat. Sok ember, őnek nem változik meg az élete, miután újjá születik. És ez nem azt jelenti, hogy nem született újjá, hanem még nem újította meg az elméjét. Tudod, amikor egy kisgyermek megszületik, még kicsi, bekakil, bepisil, de attól, attól teljes értékű emberi lény. Hogyha te még ibázol, vagy nem, úgy csinálod a dolgokat, ahogy szerinted kellene keresztényként, és fiatal keresztjén vagy, és friss keresztjén vagy, nem azt jelenti, hogy nem születtél újjá, csak az újjászületésed korai szakaszában vagy, amikor még az elménynek meg kell újulnia. És minél jobban megújul az elméd, Isten igéje által annál érettebb személyé válsz Krisztusban. Mert azt mondja az, az egyik angol fordítás, hogy ahogy gondolkozik az ember, olyan önmaga. Tehát a gondolataid reprezentációja vagy. Ahogy öltözködsz, ahogy fogsz benni a férjeddel, a feleségeddel, az a gondolataid prezentációja, bemutatása megnyilvánulása. Ezért nagyon fontos, hogy nem elég a szellemennek újjászületni, hanem az igédet folyamatos az, elméd, az elmédet Isten igényén keresztül folyamatosan meg kell újítani. Azt mondja Krisz hogy amikor Isten igéje él benned, az lecsekkolja a dolgokat. Olyan, mint amikor átvilágítanak átvilágítják a bőröndeket a reptéren, hogy valami illegális dolog ne -e kerül bele. Hogyha Isten éjjel már ott van az elmédben, jönne kívülről gondolat, vagy jönne átfutna valami az elméden, de nem engedi be, kiszerektálja azokat a dolgokat. Hm, ez a gondolat nem kompatibilis az igével, tehát ezt kidobjuk a kukába. Azt mondja a Filippi levele, azokon fogok gondolkozni. Ez egy döntés, ez nem Istennek a döntése, hanem az én kezemben van az a döntés, hogy azokon fogok gondolkozni amik igazak, igazságosak, tiszták, tisztességesek, jóhírűek. Ha van valami erény, valami dicséret, csak ezekről fog gondolkozni. Nem azt mondja itt a Filippé level, hogy majd Isten ezt fogja tenni velem, hogy majd Isten ezt majd elvégzi bennem, hanem én azokon fogok gondolkozni, amik igazak, igazságosak, tiszták, tisztességesek, jóhírűek. Te dönthetsz azon, hogy miről gondolkozol. Luther Márton azt mondta, azt nem akadályozhatod meg, hogy egy madár a fejedre szálljon, de azt igen, hogy fészket rakjon. Halleluja! Attól a vágytól, hogy rossz dolgokat tegyünk, hogy a világ útján járjunk, hogy rossz döntéseket hozzunk, csak Isten igéje tud megszabadítani. A Róma 12.1-ben az ige azt mondja, kérlek azért titeket, atyám fiai, Istenek irgalmasságára, hogy szálljátok oda a ti testeiteket, élő szent, és Istenek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. Figyel meg, hogy ő Isten embereihez szól, és nem a világi emberekhez. Ne engedd át az elmédet a bűnnek. Ne add át az igazságtalanság eszközének te egy megszentelt személy vagy. Az 1 Korintus 6. 9-től 11-ig azt olvashatjuk, avagy nem tudjátok, hogy igazságtalan, Nok nem örökölhetik Isten országát. Ne tévejegyetek, se paráznák, se bálványimádó, se házasságtörők, se puják, se férfi szeplősítők, se lopók, se telletetlenek, se részegesek, se szidalmazó, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát ilyenek voltatok, pedig némelyek, de megmosattatok, de megszenteltettetek, de megigazítattatok az Úr Jézusnak nevében, és a mi Istenünknek szellem által. Halleluja! A Szent Szellem megszentelt, hogy az, ő, hogy az élő Isten szolgált. Megtisztította a lelki ismeretedet a hol cselekedetektől. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességű lett Istennek, megigazulásul, szentségül és váltságul. Áldott legyen az Isten, dicsőség az Úrnak. Mondjátok utána ezt az imádságot. Áldott Uram, egy tisztességre való edényi, megszentelté, használatodra alkalmassá, és minden jó cselekedetre felkészültétettél. Teljes mértékben engedek az igédnek, hogy formálja az életemet és a jellememet. Köszönöm, hogy biztosítod nekem ezt a képességet, hogy az igazság és a valóság szentségi ges életét éljem. Halleluja! Töltsd meg az életedet Isten igéjével, tanulmányoz majd is az igét, elmélkedj és hallgass az igét, mert ez újítja meg az elmédet. Nagyon örülök, hogy velem tartottál, kívánok gyönyörű áldott napot, Isten áldjon meg téged. Jó reggelt. Áldott napot. Isten népe ébresztő. Jústes sikeres áldott teljes királyi papság és szent nép. Isten népe ébresztő.